Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható december hónapban, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, például ezt a havi jóslást, a díjam 4000 forint. Megemlíteném azt is, hogy pár napja indítottam új felvételeket. Ez lehet, hogy nem naponta jelenik meg, de ha valamit észreveszek a napi horoszkópban, ami fontos lehet, ezt közlöm veletek. Ezek a videók megjelennek itt ezen a csatornán, és a címe Kozmikus Üzenetek. Felhívom mindig a figyelmeteket arra, hogy mi várható a következő napon, mert ez a felvétel egy nappal előtte jelenik meg. És biztos vagyok abban, hogy ez segít és előnyös számotokra, tudjátok azt, hogy mire kell odafigyelni. És én is odafigyelek most a kártyákra, hogy mit közölnek december hónapra. Ha te egy hölgy vagy, itt vagy látható a képen, ez a férfi utalhat a társadra, vagy a férfiakra. Itt megvan a közelség, megvan ez az erotikus kisugárzás. Persze, ezeknek a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, és utal a nyitottságra. Nyitottak vagytok például a párkapcsolatról, a szerelemről beszélni egymással, hiszen ez a levél jelent egy hírt vagy kommunikációt. Ha te egy hölgy vagy, akkor az első sorban jelensz meg, és a fejed fölött nincsenek kártyák. Az jelenteni a gondolataidat, de zárkózott vagy. Nem velem, hiszen itt látható a nyitottság. De légy zárkózott másokkal szemben, ez lehet a barátnő, vagy kolléganő, vagy az anyukád. Ne beszélj most ezekről a szerelmi témákról. Te megjelensz az ő gondolatában, itt a képek utalnak erre, látható a szerelem gondol rád, és vagy vár arra, hogy te írj neki, vagy ő ír neked. Itt van a szerencse, a mozgás, a nyilvánosság, az is lehet, hogy összefuttok a nyilvánosságon. Ti egy vonalban vagytok, ami jelenti a kapcsolatot, sőt, ezt megerősíti a gyűrű. Amennyiben ő eddig visszahúzódó volt, akkor a gyűrű jelentheti azt, hogy visszatér hozzád. Itt vannak az alapok, óv téged, az is lehet, hogy tervezitek a jövőt, egy közös otthon kiépítését. Amit a ház még jelenthet, családalapítás, családi kapcsolatok, vagy lehet egy látogatás is, hogy ő szeretne meglátogatni téged, vagy lesz egy meghívás, és elvárja azt, hogy te látogasd meg őt. Te ezekkel a kártyákkal vagy egy vonalban. Itt van a szerencse, a gyógyító erő. Bizonyos események olyan hirtelen történnek, amikor nem számítasz rá. Sőt, december végén ez a sarló elvágja a hegyet, a problémákat, a nehézségeket. Itt egy vonalban vagy a nyilvánossággal, tehát mások észrevesznek téged, megkapod az elismerést. Ami őt illet, egy vonalban van a szívvel, és ezzel a virággal, ami jelenti a tiszta érzelmeket, de szimbolizálja a szexuális témákat is. Sőt, látható, hogy mindketten nyitottak vagytok arra, hogy legyen itt egy testi közeledés. Ő ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van. Ez a levél jelent egy hírt tőled, vagy ő ír neked, de jelentett szerződéseket is, és itt a halaknál anyagiakról van szó. Itt vannak még problémák, nehézségek, sőt, látható, hogy valaki játszadozik vele, vagy kíváncsi,
hogy mennyi a bevétel, tehát neki oda kellene figyelnie az anyagi dolgokra. Nem veled kapcsolatban, hanem inkább, ami az ismerősöket, a rokonokat, a szomszédokat illet. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét december hónapban itt látható. Ha te egy hölgy vagy, te állsz a középpontban. Nyitott vagy vele érzelmekről beszélni, vagy tervezitek a jövőt. Itt kinyílik egy ajtó, jelenti a nyitottságot is, ami a szerelmi életet illeti, kapsz egy fontos hírt. Itt megvan az életerő. Viszont, ha hivatalos dolgokról van szó, vagy egy bírósági ügyről, vagy iskolázásról, amit itt a kártyák szintén jelenthetnek, itt még valami átláthatatlan. Vagy jelentheti az időt is, hiszen a felhő az jelképezi az időt, mégpedig fél évet. Tehát, ha van ilyen terv, hogy legyen iskolázás, vagy ott dolgozol például egy iskolában, akkor fél éven belül megvan itt az erő, megvan a lelkesedés, és kinyílik ez a kapu, ezek a lehetőségek, sőt, itt lesznek szerződések is. Második hét december hónapban itt látható, ő gondol rád, szeret téged, találkozni akar veled. Itt lesz mozgás, változások, beszélgetések, itt van a szerencse, a nyilvánosság, az jelentheti az elismeréseket, vagy azt, hogy ő látni akar téged a nyilvánosságon, vagy felvállal téged a nyilvánosságon. Az egyetlen gond, hogy a baráti körben valaki maszkot visel. De ez elmúlik, hiszen az egerek mindig tudnak segíteni, eltávolítanak bizonyos kártyákat, eltávolítják a maszkot, a felhőt, mindaz, ami átláthatatlannak tűnik. Ez a hamis barátság lehet a te baráti körödben, vagy lehet az ő baráti körében is. A háttérben hallható egy kis zaj, a férjem most csukja be az ablakokat, meg az ajtókat. Este van, és így bezárkózunk, mint mindenki természetesen. Tehát visszatérve a kártyákra, itt valaki maszkot visel, ez lehet hamisság, nem mutatja ki a szándékait, és ezért kicsit óvatosnak kell lenni, de át fogtok látni ezeken a dolgokon, hiszen itt láthatóak a változások. Harmadik hét december hónapban itt látható. A kutya jelenti a baráti kört, az ismerősöket. Itt valaki állarcot visel. Itt látható a hamisság, és valaki meg akar bántani téged vagy őt. Óvatosnak kell lenni, de lesz segítség, hiszen a közelben vannak az egerek, eltávolítják az állarcot, eltávolítják a hamisságot, a vitákat, a veszekedéseket. Sőt, az egerek el tudják távolítani ezt a hamis személyt is. Itt lesznek fontos döntések, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt láthatóak a változások, kinyílik egy ajtó, ezek lesznek a lehetőségek. Ez lehet a munka vagy a hivatás is, hiszen megjelenik a horgony, és ez jelenti egyrészt a biztonság érzetét, másrészt utal a munkára. Itt a fa jelenti a gyógyító erőt, lehet, hogy ezen a területen dolgoztok, de amit a fa még jelenthet, ugyanúgy, mint ez a horgony, a biztonság érzetét, ahol le lehet horgonyozni, le lehet gyökerezni. Ez kihat az anyagiakra, vagy az értékekre is. Ez a férfi keresi veled a kapcsolatot.
ami a házat illeti, a gyűrű lehet egy szerződés is. Itt tisztázódnak bizonyos dolgok, lesznek döntések. Utolsó hét december hónapban itt látható a kígyó. Jelentheti a gyógyító erőt. A kígyó jelentheti a megújulásokat, de lehet egy nő is. Egy barátnő például. De légy bölcs, figyelj oda erre a szemére, hiszen látható, hogy állarcot visel. Kedves ugyan, de meg akar bántani téged, tehát nem jó szándékokkal közeledik hozzád. És itt a salló az elvág bizonyos témákat, vagy ezt a kapcsolatot, vagy ezt a helyzetet. Itt a dobókocka az jelenti a játékot, valamit játszadozva kellene tekinteni, de azt is jelentheti, hogy valaki játszadozik veled, vagy vele, vagy mindkettőtökkel. Ez okozza ezeket a problémákat, nehézségeket. Ez lehet egy hamis barátnő, de lehet valaki a családból, vagy a környezetből. Ezek lehetnek a szomszédok, vagy a rokonok is. Itt az utak jelentik a döntéseket. Fontos döntéseket fogtok hozni. De mire lesz egy új kezdet, ez eltarthat január hónapig. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!